Isti. Na sziasztok srácok, elérkezett a napja, február 26-a van, és kijött a Dirt Rally 2.0. Na most, a karrier módban vagyunk srácok, és hát így első ugye expression, tehát ilyen benyomást fogok nektek így nagyjából előadni. Karrier mód, még egyszer mondom, és gyakorlatilag így a második versenyen vagyunk ezzel a Lancia-val. És hát egyelőre az eléggé ilyen inger szegény ez az egész karrier. Tehát, hogy én reménykedtem abban, hogy a karrier mód megkapja a Dirt 4-nek a karrierjét, és annak egy fejlesztettebb változatát, ugyanis ott baromi jól működött az, hogy te csinálod a kis, a brandekkel te tárgyalsz, úgymond idézőjelben, te döntöd, hogy milyen szponzor legyen az autón, az a szponzor mit kér majd azért, hogy az autó, hogy adjon is pénzt ugye neked, el is lehetett bukni és nyerni is lehetett rajtuk. Itt ez nem igazán van még egyelőre, inkább csak a crew-t lehet fejleszteni, illetve az autókon van ilyen upgrade, nem tudom, egy ilyen nagyon ilyen kasztrált valaminek tűnik sajnos ilyen pillanatban. Kezdjük is egyébként a versenyt. És a másik dolog, hogy tulajdonképpen első körben kettő darab autó van így. Gyakorlatilag így a birtokodban, és ez a kettő autó az, amivel tudsz válogatni, hogy akkor most milyennel fogsz menni. Van ez, meg van egy Porsche GT. És nagyjából ennyi egyébként, ami így rendelkezésedre áll. Aztán kész. Na, utcú neki, srácok. Hozzáteszem, hogy jelenleg ez az autó azért még elég könnyen használható. Tehát, hogy eléggé szerintem direkt rakták be ezt az autót egyébként úgymond első kocsinak, vagy javaslat első autónak. Mert ugye elsőkerekes, 130 lóerő környékén van, tehát hogy ez elég egy ilyen fogható autó nagyunk annyiba. Szóval egyből nem négykerekű R5-ösökkel mész értelemszerűen, ezzel így nincs is baj. Csak hogy, srácok, tehát hogy majd látni fogjátok, hogy ez a második ilyen event, vagy nem is tudom, hogy mondjam, gyakorlatilag az összes országon végig kell menni a ralliban ezzel az autóval. És ennyi. Tehát, hogy jelenleg ez az első ilyen történet, ez az első bajnokság, ugye, amin végig kell menni, és ez szép és jó, meg minden, csak hát úgy, na. Úgy nem tudom, tehát, hogy azért reméltem azt, hogy esetleg lesz egy választási lehetőségem az elején, hogy milyen autóval akarok majd menni. Értitek, tehát hogy tudom én reméltem volna még egy Opel Adamet például, tehát egy ilyen R2-es azt hiszem kategóriát, vagy valami, nem, és kapsz egy ilyen OG autót, amivel egyébként utólag megbarátkoztam, megmondom össze, nem annyira szeretem az ennyire OG kocsikat, ez nem az én világom valahogy, főleg így ralliban nem, jó, az aszfalt, úgyhogy lehet aztán neki veretni, szóval főleg a ralliban nem nagyon, de tényleg, mondom, ez a második ilyen event, és egész jól megyek vele. A kocsival, mondom, elég könnyű azért fogni, tehát azt hozzáteszem. Na most, fizika szempontjából én nézegetek azért egy-két ilyen hardcore szimulátor arcot így a YouTube-on, és az ő gondolatokat fogom átadni, mert én nem vagyok hardcore szimulátor arc értelemszerűen, tehát én most itt egy ilyen Logitech totál belépő szintű ilyen szettel itt nyomulok, nem feltétlenül majd visszaadni a dolgokat, de azt mondják egyébként, hogy a tarmac, tehát azt hiszem aztán a beton, fizikája nagyon borzalmas a játékban, az aszfaltról nem nagyon hallottam úgy semmit. Ahogy én most megyek rajta, hát olyan, mint az előzőben igazából. Nem tudom, srácok, szóval, hogy valahogy azt érzem jelenleg, így a grafika is olyan, hogy egyébként szépnek nem feltétlenül mondanám, sőt, egyáltalán nem, és nem igazán értem, hogy ez hogy sikerül a Codemastersnek mindig, hogy egyszerűen nem tudnak egy valóban szép játékot kiadni. Emlékszem, hogy még a Dirt, Colin McRae Dirt 1 meg 2, azt hiszem, részekre, srácok, azok olyan gyönyörű játékok voltak a maguk idejében, hogy valami elképesztő, ezek pedig, srácok, ilyen éppen, hogy megütik a szintet. Grafikailag, de még a grafika nem is az a lényeg nekem, megmondom őszintén, hanem maga a játék, és hát mondom, igazából itt ez a karrier mód az 1-es kéne neki. A karrier mód az itt ilyen, hát nem tudom, csak itt ilyen totálisan ilyen kiherélt valaminek tűnik. Tehát, hogy így, tényleg így nem nagyon látom azt, hogy engem az érdekelne, hogy én ott végighaladjak, vagy valami. Mondom, most ez a második, és ugye úgy van, hogy 6 darab ország van azt hiszem a játékban. És mindegyiken lesz egy ilyen 4 szakaszos, vagy 5 szakaszos, vagy 6 szakaszos ilyen verseny. És akkor addig bizony te neked, ha tetszik, ha nem, ebben az autóban, na gyönyörű ez, el is szartam, 1-es. Akkor recover, vehicle, nagyon jó, kukunk egy kis időt. Szóval addig, ha tetszik neked, ha nem,
ebben az autóban kell ülnöd, vagy a Porsche-ben, de hát most első versenyre miért vinnéd a Porsche GT-t, érted, ilyen GT Rally kategóriába, miért indulnál el? Tehát, hogy az még egy olyan kategóriának szűnik nekem, hogy meg se tudok fogni, nem is volt eddig ugye nagyon így a dörtökben ilyesmi. Én azt nem mertem így bevállalni nagyon. Szóval ez ilyen. Úgyhogy én első alkalom, amikor játékot kipróbáltam, az most nyilván ma volt, mert ma jött ki. Egy órája volt körülbelül, ilyen custom game-re mentem, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát ez a nem ugye karrier, hanem csak egy ilyen sima, ilyen saját magam által megcsinált free play-re, aztán úgy hívják egészen pontosan játékban. És egyből, ami engem nagyon érdekelt, az az erről, srácok, Skoda Fabia. Beleraktak végre egy Skoda Fabiát, csak már nagyon régóta gondolkoztam ezen, hogy basszus, legyen már, tehát ez egy nagyon jó erőtös kocsi. És belerakták, végre benne van, itt van. Nagyon király, nagyon örülök. Egyből azzal verettem, hogy nagyon béna voltam vele. Szóval, hogy én azt mondom, hogy hát, hogy mondjam, így fizikára, vagy nehézségre eléggé hasonlít a Dirt Rally-hoz. Tehát nem olyan, mint a Dirt 4. A Dirt 4-ről tudni kell, hogy és szimulátor arcok szerint is... Ne! Ki tudunk innen jönni? Mi tudunk jönni? Még nem jöttem ki. Szóval... Ó, te jó Isten! Jó, oké, akkor kérek egy recovert. Hogy áll a kormány? Recovert kérek, nagyon jó. Elbasszuk az egész előnyünket, ne aggatok. Szóval a Dirt Rally... Most a Dirt 4-ről azt kell tudni, hogy az a játék egy ilyen lightosabb rally volt. Tehát ez inkább egy ilyen kontrollerre kitalált valami egyébként. Nagyon érdekes. Aha, nem nagyon fogja az meg, úgy már. Egyszerű. Hát mondom én, ha, egy rövid féktávot azért csapatok neki. Szóval, hogy nem tudom, tehát hogy én megértem azt az elképzelést, hogy jó, ne egyből R5-ösökkel menjünk meg, stb. De valahogy úgy vártam volna egy ilyen izét, hogy nincsen semmi a garázsban nekünk, nincsen egy autónk se, és akkor ilyen hát hogy mondjam, ilyen csapat, tehát bérversenyzők, én nem tudom, hogy kell ezt mondani, ilyen szerződéseket kapnánk eleinte, és akkor ugye létező csapatokhoz mennénk el először, pénzt szedve össze, és abból tudnánk az első autót megvenni. Nem ez van a legjobb, de nem, ez már itt van, ez a kocsi így a garázsban, azt akkor ez van, azt akkor ezt kell szeretni. Nem tudom, ez egy kicsit fura, én mondom, én ilyen szempontból többre szántottam, megmondom ezt a karrier szempontjából. Tényleg rendesen a Dirt 4-ben megcsináltad a saját autó kinézetet, a saját liveryt. És egy ilyen magyar zászlós, piros-fehér-zöldes ilyen liveryt találtam ki a csapatnak, és nagyon éltem. És itt meg, hát nem tudom, tehát ez a checklist van, meg anyád itt ekkora árok volt, hát akkor jó. Szóval itt ez a checklist jellegű karriert érzem, tudod, hogy jó, itt van ez a következő, jó, megcsináltok, ugye a következő. Nem tudom, annyira nem vagyok elájulva egyelőre, megmondom őszintén a játéktól. Grafikát azt elkezdtem mondani, még nem fejeztem be, szóval nekem ilyen valami túlszaturált ilyen, hát nem is tudom, ilyen Halo-szerű már, tehát annyira színes az egész játék, nem tudom, nekem ez kicsit fura, kicsit nem annyira szerintem illik ebbe az egész, nézzük meg milyen szar idő van, az mégis milyen színes minden. Nem tudom, tehát általában ugye valójában, hogyha ilyen borult az idők, nem ilyen színek előjönni így a világba. És most például több teljesen ilyen, tényleg milyen barna ez a szikla is itt mellettem balra. Nem tudom, szóval, hogy ezt meg kell szokni. Egyébként így önmagában nyilván nem rossz, nyilván új dört, de hát... Nem tudom, valahogy nem érzem azt a hatalmas lelkesedést, mint amit gondoltam, hogy fogok érezni a játék iránt. Meg az, hogy például a Dirt 4-ben ugye bemutatták ezt a stage generátort, ugye? Hát az úgy nézett ki, hogy te rányomtál, hogy milyen preferenciáid... Nem áll, megint lecsúszunk a rohadt pályáról! Tehát neked bemutatták azt, hogy milyen preferenciáid vannak, ugye? Beállítottad azt, hogy mennyire legyen technikás, mennyire legyen hosszú nagyjából, egy ilyen csúszkán. És kész, ennyi volt, amit te tudtál így állítgatni ugye a játékban. És akkor megcsinált neked egy random stage-et, így gondolom összegyúrta így az alapokat, és akkor úgy csinált egy random stage-et. Most itt megint az van, hogy a Dirt Rally 1-ben volt, hogy jó, vannak akkor alap stage-ek, azt akkor lehet ezzel így akkor barátkozni. És valószínűleg itt tipikusan az lesz, hogy
mindenki szarrá függeszt a játékot, majd aztán majd megtanulja fejből az egészet, és akkor igazából nem lesz itt semmi, hogy mondjam, meglepő, hogy most akkor így random generált, vagy ilyesmi. Szóval nem tudom, tehát egy kicsikét olyan egyszerűsített ez az egész szerintem. De bemutatnak valamit, ezt a stage generátort, és utána pedig így, ami ugye azért is volt jó, mert ugye több stage-et lehetett azzal ugye kisajtolni a játékból. És itt meg szerintem nincs elég stage, valószínűleg ez ilyen deluxe content, vagy valami, néztem a 5000 forintért deluxe content is játékhoz. Hát én arra nem mentem rá, köszönöm. Szóval, hogy így nem tudom, fura srácok, de ez még egyelőre így tartok, aztán meglátjuk, majd hogy lesz ez, mert még most nyomom, tehát engem te tetszik. Szóval élegetem. Közben amúgy nagyon lassan kezdünk vissza csámpázni ide a klassz vezetőrehez. Így elpofáztam a dolgokat, aztán nem figyeltem effektív a versenyre, hogy most se. Úgyhogy a végét akarjuk strong, vagy erősen befejezni. Ami nem nagyon fog összejönni, de legalább az idő. Legyen már jó. Kettes, hármas, nem tudom elmondani, mit szeretne az autó amúgy. Szóval ennyi, nem tudom, hogy ki hogy gondolkozik ezen. Meg most így végül, akkor gyakorlatilag kényszerítve ezen a 6 darab rally versenyen itt végig. Ezzel az autóval. Érted, nincs bajom ezzel, mert igazából nem rossz kocsi, majdnem 50-re akartam menni, hogy láttam a táblát, azt mondom, legyünk már szabályosak. Szóval rájöttem, hogy nem egészen... Jézusom! Nem egészen azon a helyen vagyunk, ahol én gondolom, tudom a forgalomban. Na hát végül egy harmadik helyet tudtunk elérni, ami hát nem a legjobb. Igen, voltak hibák pofázásban. Az nagyon tetszik, hogy megtartották ezt, hogy oda kell állni a versenybíróhoz. Ez nagyon tetszik. 10,5 perc volt az a stage, de jó, és jól elpofáztam az időt. Szóval ez tök jó, hogy megtartották. És az is nagyon tök jó, hogy olyan szempontból javítottak rajta, hogy nem kell időre odaállni mellé. Ami azért egy elég fasz a dolog, maradjunk annyiban. Na, itt van a következő pályánk, szakaszunk. Jó, sötétben lámpánk az nem nagyon van már, sikerült letörni egyébként, hál' Istennek. Jaj. Jó. Mindjárt indulunk is. Kis adjustment. Ez egy rövidebb szakasz lesz. Hoppá! Beleugrottunk. Nagyszerű, hát nem engedtem a kéziféket. Na nem baj, srácok, hát előnnyel indul akkor a Class Reader. Meg kell verni. Ez volt a nehezítés, direkt csináltam. Ennyire nem csináltam direkt, na jó. Jó, szóval... A picikét negatívan ütöttem fel a dolgot, aláírom a videót. Tehát, hogy nem akarom én itt szarozni. Baszki, Jézus Isten! Tehát nem akarom én itt szarozni a játékot, mert egyáltalán nem erről van szó. Tehát ez azért, látjátok, teljesen játszható, nagyon jó rally. Szerintem mindenképpen érdemes kipróbálni egyszer. Teljes áron én lehet, hogy nem venném meg egyébként, gondolom őszintén. Sőt, lehetséges vagyok, tehát ugye nem nagyon rally, tehát most olyanoknak szólok, akik olyan szinten szeretik ezt az egész rally dolgot, mint mondjuk én, tehát nem ilyen nagyon durván hardcore módon, hogy ilyen online bajnokságokon indul, meg mit tudom én. Annak azt mondom, hogy még mindig inkább a Dirt Rally 1-et próbáljátok ki. Most úgy tudom, akciós a legtöbb helyen, mivel kijött ez a játék, szóval nem hiszem, hogy fölmenne az ára. Persze aztán ki tudja, hogy most ezt mennyire fogják lehúzni az emberek, meg a valóban hardcore szakértők. Azt is láttam egyébként, hogy azért külföldön volt erre egy marketing kampány a ilyen videósok meg streamerek között. Úgyhogy azért az ő véleményüket azért úgy tényleg fenntartásokkal kezelni. Én megmondom őszintén, Jimmy Broadbentet szoktam egyébként így nézegetni néha, hogy nagyon jó live-okat csinál egyébként YouTube-ra. Érdemes megsasolni, srácok, nagyon durva a szettje is van. Nagyon durván nyomja is, nagyon benne van a szimulátorozásban. És azt tudom, hogy nézik is azért pár a magyarok egyébként, szoktam látni a donation-ök néha, hogy néha azért van magyar köztük bőven, úgyhogy nézitek azért, ugye egy brit srácról beszélünk, teljesen mindegy. Hármas, jó? És őnek is, ő is részlet ezen a dörtös, hát ilyen kampány valamin. Elvitték őket valódi rally autót vezetni, azért ez nagyon komoly szagycam, úgy megmondom őszintén. Én már nagyon régóta tervezek ilyen videót, hogy elmegyek mondjuk valami... a framerate ott egy kicsit a dropot. Szóval, hogy elmegyek valami rally autó tesztvezetésre, néztem már ilyesmit, meglátjuk, hogy lesz, mint lesz.
És azért tényleg ők azért belepörökölték ebbe a játékot népszerűsítő kampányba. Ilyenkor azért nyilván a véleményeket érdemes fenntartásokkal kezelni, de hozzáteszem, hogy Jimmynek teljesen jó vélemény, tehát hogy mondjam, te teljesen őszinte, szerintem őszinte véleményt mondod. Bár azért valószínűleg, hogyha ismerem őket, meg tényleg azt mennyire hardcore, nem már. Amennyi ismerem őket, és mennyire hardcore arcok, szerintem azért ők is sokkal többet vártak ettől a játéktól. Mondom, ők ezt a tarmac tapadást hangsúlyozzák, hogy ez nagyon rossz ebben a játékban. Hát ugye én ezt nem tudom így nektek megállapítani, ténylegesen rossz, nem vagyok rally autó sofőr nyilvánvalóan. Nem mentem még 130-140-nel ilyen murván, meg különböző ilyen talajokon, ilyen rally környezetben sem mentem még, tehát most nem tudok nektek mit gondolni, most ez ténylegesen így van-e vagy nem. A lényeg az, hogy úgy, 17. hely, te szent Isten! Nagyon szarul mentünk. A lényeg az, hogy szerintem, hát hogy nem rossz, de én várnék ezzel mindenképpen egy leárazást, de hogyha szeretnék videókat látni belőle, mindenképpen jártok meg kommentben, de ezt azért befejezzük azért ezt az egész eventet, vagy nem tudom, hogy mondjam, stage-et. Így néznek ki egyébként a töltőképernyők a játékban. Szerintem pofás, kicsikét már ilyen túl modern, vagy nem tudom, tehát hogy itt így... Nem tudom, valahogy én megszoktam ezt a sokkal letisztultabb kezelő felületet. Nem tudom, picit olyan árkádosnak tűnik itt ez az egész. Kicsit olyan Forza Horizon-ös, és ezzel nincsen baj, csak az egy árkád játék, ugye? Ez meg elvileg egy szimulátorszerű akar lenni, nem tudom, nekem ez is olyan fura az egészben. Na de, javítsunk az autón, mert van mit. Oké. Okay. Bodywork az igen. Kifunk, aha, hogy már kifutunk az időből. Hát akkor a bodywork-ön ne javítsunk, mit szóltak. Tehát mindenképpen olyanon kell, ami eleve, hogy mondjam, tehát a teljesítményt is befolyásolja. Hát most ronda lesz a kocsi, ez van. Ami nagyon tetszik újítás egyébként, itt van a tires rész, tehát ki tudod választani azt, hogy milyen abroncsal akarsz menni, írja is azt, hogy mennyire van elkopva már az abroncsod, és le tudod cserélni, hogyha akarod, igen, és már javasolja is egyébként az új abroncsot, úgyhogy átrakjuk az új abroncsot, új nedves abroncsot rakunk. Ez jó egyébként, hogy javasol is dolgokat, tehát tudsz variálni abszolút, ahogy szeretnél. És van még olyan, hogy ugye pót abroncs, vagyis hát pótkerék, és gyakorlatilag ellentéted azt, hogy egyet viszel magaddal, kettőt, avagy egyet sem. Na most, és azt mondják, hogy valamennyire elvileg befolyásol is, mert ez plusz 20 kiló kerekenként az autóra, azért ez jó pofa a stratégiát ad neki. Én mindenképpen viszek magammal egy darabot legalább, ugye, mert ugye verseny közben le lehet cserélni a defektes kereket, ami tök jó dolog, és csináltam, jártam már úgy ebben az fél órában is, miatt még a videót elkezdtem volna a játékban, hogy mondom, kell a picsának, nem kell, 20 kiló, az is nehezebb, nehezíti az autót. Nyilván be is szoktam, a defekt, és gyakorlatilag felni ment az autó, úgyhogy nem tudtam mit csinálni, így kellett befejeznem az egész maradék hátlevő részeket, ami ugye nem jött egy service park. Úgyhogy nagy szopás tud lenni, kettőt azt már nem igazán vinnék, azt tegyük akkor, hogy nagyon nem vagy magadban biztos szerintem, de jó pofa egyébként, hogy ilyet csináltak, ez jó pofa újítás legalább, valami van, most a tájat átrakta, ugye jó, átrakta, jó. Na új abroncs, srácok, start! Most jót kell mennünk, mert eddig elég szarul megyünk. Az a helyzet. Megmondom tök őszintén, úgyhogy meglátjuk. Basszus, jó kis törött kocsi. Meg az előbb ugye bele is, azért persze, az előbb bele is indultunk, tényleg. Azt hiszem, ja. Azért gondolkozom, hogy honnan lett ez a hatalmas nagy hátrányunk, és most jöttem rá, hogy azért mi ott az elején elég alaposan bakisztunk a dologba. Úgyhogy, mondom, hogy nehezítés, én ilyen hatalmas kobrámat kicsaptam virtuálisan, azt akkor mehet is a dolog. Nem nagyon van nekem hatalmas kobrám ebben a játékban, maradjunk annyiban. Úgyhogy ez van. Viszont most elvileg minden lehetőség adott, hogy javítsunk. Ugye elvileg még két szakasz van, most ebben nem, erre nem vennék mérget. Oké. Az autók fizikája. Írta valaki nekem kommentben egyébként, és valahol ez eddig még így meg sem fogalmazódott bennem,
a Dirt Rally kapcsán, tehát ráadásul még amíg a hardcore-abb Dirt rész kapcsán írta, hogy Isti ez a játék igazából eléggé, tehát szimulátor szempontjából eléggé gáz, mert gyakorlatilag, hogy elvileg bármilyen sebesség, ezt most mennyi valóság alapja van, nem tudom, de látok benne rációt, bármilyen sebességgel, ha megtalálod a megfelelő szöget, akkor bármilyen sebességgel bevehető bármilyen kanyar, vagy csak rárántod a kormányt, és akkor kész. És ez tényleg egyébként valahol ezt éreztem eddig is amúgy, csak nem nagyon fogalmazott meg bennem, hogy például egy 3-as BMW rally, srácok, lepadlózod a picsába, érted, és egyszer nem akart kimenni így a segget, tehát nem volt semmi. Mindenféle segítséget ki van kapcsolva. Ilyen kommentet is kaptam, hogy Isti, kapcsolt ki a segítségeket, mert más is fognak viselkedni az autók. Tehát én soha nem használok semmilyen segítséget. Azért vagyok ezekben béna, megmondom őszintén. De miért használnék? Hát a való életben se nagyon használnak. Nem tudom, hogy működik a való életben, de én a legnehezebb körülményeket szeretem általában keresni, amik még nekem is vállalhatóak, így gondolom. És ezért én nem használok segítségeket általában ezekben a játékokban. Azért mondom, a Forzában is, tehát azért vagyunk mi sokszor bének, vagy azért pörög ki alulunk a kocsi sokszor, meg a Forma 1-ben is, mert én nem használok semmiféle ilyen szírszart, mert minek? Mert úgy lesz az igazi, hogyha nincsen semmiféle segítséget. Se lányt, semmit. Minek? Hát az... Úgy azt érzem, hogy nem effektíve, hogy mondjam, a... Tehát azt érzem, hogy van még valami, amivel lehetne ez még nehezebb is. Értitek, hogy miről beszélek, és szerintem az az igazi élmény, nekem legalábbis egy játékban, hogyha minél nehezebben játszom. Persze van az a szint, amit azért nem, tehát nem is tudom, hogy most... Például, mit tudom én, régen a Call of Duty-ban a single player nem annyira szerettem ilyen veterán fokozaton, mert ott az volt, hogy volt egy játék, nem is tudom melyik rész volt, aztán utána a World at War, ahol konkrétan veteránon srácok így bebújtja egy fedezék mögé, és így mellét dobtak ilyen 6 gránátot. És tényleg, hogy a gránátjelző így kiakadt tulajdonképpen, nagyon vicces volt. Úgyhogy azért van az a szint, amit én sem szeretek már azért túllépni, de ilyen versenyautós játékokban semmiképpen sem szeretek ilyen segítségekkel menni. Legyen minél inkább realisztikusabb. Na mindig, úgyhogy ezt írta valaki ezt a kommentet, és valahol én ezt így el tudom hinni neki teljes mértékben, mert én is tapasztaltam azt, hogy igen, hogy azért, na, azért valódi szimulátorokban azért nem ilyen egyszerű vezetni. Tehát például, de Assetto Corsa-t próbáltam, ott a fékezés, tehát én nem is tudom, tehát hogy ott így, nem tudom, például az első versenyek között van, azt hiszem, az Assetto Corsa-ban akartam is belőle videót csinálni, és olyan szar vagyok abban a játékban, de ténylegesen, hogy így nem is érzem, tehát nem is tudom, nem is jövök rá, az autóknak így a fizikai, legalábbis annak az autónak nem. Egy Abarth, Fiat 500-as talán, ugye az a sportverzió, kicsit szélesítve az a kanyar, verzióval kell versenyezni. És látok, olyan bőrületes fék van azon az autón, vagy én nem tudom, és nem tudom megtapasztalni, hogyan kéne azzal fékezni normálisan, meg hogy kéne azzal jól menni. Mert ugye a pályát sem ismerem, stb. Ugye ott nincs egy kis minimap neked, mint a Forzában, vagy valami, azért Forza sem egy szimulátor, csak tisztában vagyok vele, és mindig ez is mondjuk egyébként. De nincs egy minimap, hogyha nem ismered a pályát, akkor cseszheted, tehát az tényleg egy hardcore szimulátor, azért nekem azok sem annyira jönnek be. Annak ellenére, hogy azt mondom, hogy minél nehezebben szeretek játszani! Bazzeg, mekkora hiba! Mennyi, jó. Időben jó fogunk, 12 másperces büntetés, de szerencsére olyan jól mentünk végig, hogy belefér ez a bukás. Ami mondjuk elég kemény, de belefér. Szóval itt az elején még nem is túl nehéz a játék. Azt kivittük, elnézést. Itt a város részeket szeretem, Jimmy egyébként beszélt arról is, hogy itt elég szar a framerate. Ugye, tehát neki, ő már elég régóta játszhatja a játékot, hol a Marshall? Ide állok, jó. Ő már elég régóta játszhatja a játékot, és azért, mit tudom én, így hete már csinált videót belőle. És akkor tényleg az volt PC verzió, hogy így a városban ment, és így olyan frame drop volt, nem igaz? Most ezt annyira nem érzem, egyszer-kétszer volt ilyesmi. Első hely, srácok, még a bukással együtt is. Rendben van. A dolog. Azt gondolom, ez most így rendben volt. Jön a következő, Ribadel lesz. Amin végig ugyanott vagyunk egyébként. Vinegos Dordenya Inversa. Gondolom visszafele Inversa. Elevation change, 316 méteres szintkülönbség. 18-30-ig kezdünk, úgyhogy megint ilyen este lesz. Overcast, felhős. Akkor nedves abroncs. Srácok, számít az abroncs a rohadt életben. Én most cseréltem először abroncsot amúgy verseny közben a játékban. És ég és föld. Tehát, hogy tényleg számít. Úgyhogy mindenképpen érdemes cserélni. És magától nem cserélik ki. Ennek örülök egyébként. Na, srácok,
itt is hozni kell egy jó időt. Bár az előbb olyan erőnnyel fejeztük be még a bukással együtt is, hogy szerintem ez rendben lesz. Ilyenkor azt nem értem, hogy a class leader az hogy a francba lehet előttem. Azt magyarázzatok meg nekem, hogy indult ő jobban. Tehát itt csak a rajtról beszélünk. Ennyivel jobbat rajtolt, vagy mi? Ami benne van a papírban, de hát na. Ó, basszus! De alul kormányzott volt. Most szóval, látjátok, tehát élvezem, tehát azért, tehát na, dirt rallyról beszélünk, tehát azért nem egy olyan nagy lutri ez, hogy milyen játék lesz, dirt rally önmagába, csak nem tudom, én a karrier szempontjából én többet vártam, és általában a karrier az, amit az emberek nagyon szeretnek itt játszani, ugye nyilván vannak tényleg még egyszer mondom a hardcore fanok, akik lesesszalják a karriert, és akkor nyomják tulajdonképpen ezeket a, tehát minél többet megtanulni a pályákat, stb. Nem tudom, én meg azt egy kicsit azért én unnám személy szerint, hogy ugyanazon a pályán menjek végig, mit tudom, hogy nem ennyiszer járjam be a pályákat. Ugye ezt írtátok, hogy azért való életben ezeket bejárják ezeket a pályákat előtte többször is. Nyilván, hogy én is gyorsabban tudnék menni, de pont én pont ezért ezt látom a szépségének játékban, ralliban. Én ezt a részét élvezem, hogy nem ismerem a pályát. És akkor, hogy így úgy, hogy megy. Úgyhogy... Hát szóval ez a Lancia-val egészen össze fogjuk már barátkozni, mint látjátok, meg ez tényleg egy jó első autó, mondom ahhoz képest, hogy először, amikor megláttam, hogy ezzel kell menni, ennyi verseny, hát valószínűleg a végre azért meg fogom mondni ezt a kocsit, hozzáteszem, na itt nem kellett volna fékezni. De jelenleg nagyon szeretem ezt a kocsit, tehát hogy megszerettük egymást, nem maradjunk annyiba, tehát ahhoz ki, amennyi nem akartam én ezzel menni, mondom azért a Porsche-t én nem vállom be! Eldobtuk az első kerekes autót, srácok. Elfér. És még mindig hol vagyunk a class leaderrel kapcsolatban, hál' István is class leader-t képest. Ezt majdnem elszartuk ezt a kanyar, elfejtettem merre kell menni. Jobbos, balos. Próbálunk íveket is menni, ez az autó elég jól lehet egyébként, hogy tolja az elejét ugye. Csak ráfékezek egy kicsit, mert szerintem elég szóval elengedni a gázt. Az alulkormányzottsága az... sokszor azért meglep, nem tudom mi... Íj, bassza meg ez a szalagkorát, de jó helyen van! Oké, két hiba. Nem a legszebb rallim egyébként, megmondom őszintén, de még mindig első helyen vagyunk, amiben én szégyellek egyébként, megmondom őszintén. Jó. 100! Ezek a naplementék amúgy szépek. Kicsit nem tudom, olyan túltoltnak érzem. Úgy érzem, hogy olyan mesterkélt a látvány. Valahogy nagyon átjön azt, hogy ez egy játék. És szerintem egy rallis játékban nem feltétlenül jó dolog ez. Meg kell szokni ezt a színességet. Szerintem jóval színesebb, mint egy dirt rally egy volt. Ami nekem fura. Nekem fura, én nem hallottam még erre panaszt amúgy. Lehet, hogy valószínűleg videó szempontjából amúgy jól néz ki, meg minden, csak... És az, hogy nekem csak meg kell szokni. Hatos bal. Nem veszem el. Extra long. Okay. Wow! Majd most sikerült eldobni, pedig ez egy nagyon jó kombó lett volna amúgy. És a vége? Na, srácok, 16 másodperces előnye nyertünk, úgyhogy kétszer is fejletettük az autót, vagy letöretettük az autót. Ami azért nem semmi. Maradjunk annyiban. Na, event finished! És hát megnyertük, srácok! Nem a legbüszkébb versenyem egyáltalán, de megnyertük, 30 pontot tudtunk ezzel bezsebelni. És akkor itt van, hogy mennyi pénzt kapsz érte, nagyszerű. Igen, vannak ilyen research-ök, tehát hogy így gyakorlatilag ugye most az Engine Tuning 3-at ki tudtuk kutatni, vagy én nem is tudom, hogy mondjam. És látjátok, erről beszéltem, szóval lesz, igen, 4 szakasz minden egyes pályán, ugye lesz egy gyakorlatilag
Ausztráliában, Spanyolországban, Argentinában, USA-ban, New Zealand és Poland, Lengyelország a vége. És ezzel muszáj végigmenni. Mindenféleképpen muszáj végigmenni. Championship standings az így néz ki, srácok. Szóval, hogy első helyen vagyunk 60 ponttal. Ugye az előzőt is sikerült szerencsére jól abszolválni. És akkor itt igazából most, hogy ki akarsz lépni, akkor így kilépsz, de hogyha visszalépsz a karrierbe, akkor muszáj ezen a championshipen végigmenni. Szóval ez egy picit ilyen checklist jellegű, rányomsz, hogy continue, és akkor itt van egyedül, ugye alapból a championship, tehát a versenyek között is meg kell csinálni az autót, ami tök jó, és ingyen van, azt írja. Na és az engine, az itt jön képbe, szóval itt van az, hogy ugye ott van a kredited, és tudsz pénzt áldozni arra, hogy jó, akkor fejlesztesz a motoron. Tulajdonképpen azt írja, hogy tehát ott ennyi, ami változik, hogy egy picikét a performance az följebb megy, meg a strapabíróság is följebb megy, úgyhogy most kifejlesztjük ezt. És akkor megvettük, és vannak még külön upgrade-ek, na most így egyelőre ennyi volt, hogy azt írja, hogy upgraded set a fékekben, meg upgraded set a felfüggesztésben, illetve a lengéscsapításban, és még van egy ilyen, hogy tudsz tuningolni így a verseny közben, most akkor oldjuk fel ezt is, és gyakorlatilag ennyi, ami lehetőséged van így az egészben, és akkor start event, és akkor mész a következőre. Ez egész addig megy, amíg véget nem érsz ezen. És utána majd jön egy másfajta verseny. Nem tudom, szerintem ez kicsit fokhias, remélem azért élveztétek, hogyha szeretnék látni még Dirt Rally 2.0 gameplayt, akkor írjátok meg kommentben, jöhet az out! Bro, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is, érdemes mindenféleképpen követetek ott engem, remélem, hogy élveztétek, sziasztok gyerekek! Hey. Hey.